Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a könyvbemutatónkon. A Pars Pro Toto sorozat az MMA kutatóintézetének sorozata, amelyet az MMA könyvkiadója adott ki, és a mai nap Jean-Luc Nancy Nolime Tangere című művét fogjuk bemutatni, illetve diskutálunk kedves vendégeinkkel, akik Orbán Jolán egyetemi tanár, a dekonstrukció és Derrida Jean-Luc Nancy filozófiájának szakértője, és a sorozat szerkesztője Farkas Attila, tudományos kutató, egyetemi docens. Megvizsgáljuk, hogy mi is ez a könyv, Nolime Tangere, ne érints engem. Először kérdezem a sorozat szerkesztőt, Farkas Attilát. Köszönöm szépen, és én is nagy szerettel köszöntöm professzor asszonyt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És a sorozatról azt hiszem, hogy nagyon, nagyon aktuális, és nagyon találó a cím, hogy Pars Pro Toto, tehát ugye rész az egész helyett, egy ilyen nagy, nagy filozófiai kultúra, mint a francia, annak egy jelentős szerzője Jean-Luc Nancy, és ez a két koncentrikusan felépülő nagyság, ez egy kis kötetben megjelenítve. És azért gondoltuk, hogy ezt a Nolime Tangere című könyvét adjuk ki, fordítjuk le és adjuk ki magyar nyelven, mert egy olyan témát érint, amely a művészetben, képzőművészetben is, irodalomban is gyakorta megjelenik. És nagyon erősen benne van a magyar kultúrában is, európaiban is, az egyetemes kultúrának abban a részében, ami a kereszténységre épül. És hát szerettünk volna az angol nyelvű és kisebb mértékben német nyelvű filozófiai közműveltségünk mellett újra a francia nyelvre koncentrálni, bár a francia filozófiai kultúra is szerves része, mondhatni a magyar kultúrának, mondjuk Descartes-tól kezdve a felvilágosodáskori nagy filozófusokon át, a 19. századi gondolkodókon keresztül 20. századi figurák érintésével jutunk el tulajdonképpen kortársunkig, Jean-Luc Nancy-ig, aki rendkívül érdekes figura emberileg is, szerzőként rendkívül termékeny, és tulajdonképpen már a filozófiából egy kiépülő egész nagy irányzat, ez a dekonstrukció irányzata, amit már nem csak a társadalom és humán tudományokban, hanem már a politikai, kulturális közbeszédben is a Magyarországon már tulajdonképpen egy magyar szónak számít. És úgy, mint egyébként a magyar szavakkal is az szokott lenni, mint a nemzetközi szavakkal, hogy már a jelentését nem nagyon tudjuk, a konkrét jelentését, hogy mit jelent ez a szó. Ez, gondolom, erről is lesz majd ma a lehetőségünk, hogy erről is megemlékezzünk. És hát ugye egy másik nagy probléma a kereszténység szerepe a nyugati és a magyar kultúrában, hogy milyen lehetőségei vannak, hogyan értelmezhető ez, mi a jelentése a kereszténységnek, mi a jelentősége a kereszténységnek, és mi a művészet jelentősége a kereszténység, és általában az emberi létezés problémáinak megértésében. Ezért gondoltuk, hogy ezt a szerzőt, Jean-Luc Nancy-t, akinek már egyébként néhány könyve megjelent magyarul, szintén ilyen kisebb terjedelmű, de nagyon érdekes írásai. Bízom benne, hogy majd valamikor a jövőben a nagy Nancy művek is lefordításra kerülnek, hogy ezt a jelentős figurát megismerhesse a kedves magyar olvasó. Köszönjük szépen, Attila. Hát most, amit itt felsoroltál, ez mindegy egy minimum szemeszter kurzus tárgya lenne, ugye a magyar kultúra és a kereszténység, a dekonstrukció, a mai francia filozófia, és most nekünk egy rövid időnk van, tehát össze kell szednünk a dolgokat. Én először, mert elhangzott ez a szó, a dekonstrukcióról érdeklődnék, a következő miatt, ez egy hihetetlen gyakran használt szó, mindenki használja, ezt dekonstruáljuk, azt van, dekonstruktív építészet, dekonstruktív divat, dekonstruktív opera, dekonstruktív filmművészet, irodalom, minden.
Micsoda ez? Rengeteg a félreértés, lehetne egész egyszerű és bonyolult magyarázatot adni, de miért én adjam, hogyha itt van körünkben Orbán Jolán, aki a Derrida írásfordulata című művével bevezette Magyarországra tulajdonképpen ezt a gondolkodásmódot. Ő maga a dekonstrukció szavának megalkotójához, Derridához járt egyetemre Párizsban, és aztán Jean-Luc Nancy-t, a könyvszerzőjét is ismeri, hogy tőle kérdezni, hogy mi a dekonstrukció, ki Derrida, ki Jean-Luc Nancy, és hogy kell ahhoz hozzáállnunk, hogy most már a kereszténység értelmezésében is megjelenik a dekonstrukció. Parancsolj! Nagyon szépen köszönöm a szót, és nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre. Nagyon örültem, amikor megjelent, és tudtam, hogy megjelenik a Nullième Tangere. Itt tartom a kezembe az eredeti francia kiadást, és ez az eredeti francia kiadásban van egy eredeti dedikáció is, ami szó szerint nekünk szól, vagy személy szerint nekem szól, a Jean-Luc Nancy-tól, a Nullième Tangere kötetéből, és egy kísérő levél is, amelyet Nancy írt még 2002-ben, ugyanis ekkor fordítottuk magyarra a Hantai Simon és a Jean-Luc Nancy nevelezését, ami az Enigma folyóiratban jelent meg, Simon Vandával fordítottuk magyarra, és azt gondolom, hogy ez azért érdekes, ez a levél is, mert itt jelzi, hogy elküld nekem pár könyvet a kiadó, a Galilei kiadó jóvoltából. Ez nem a Galilei kiadónál jelent meg, hanem a Bayardnál, ezért jött ez külön, ez a könyve, a Nullième Tangere. Természetesen a filozófián belül a Jean-Luc Nancy nevét és tevékenységét már jóval korábban is ismertem a Derrida felől érkezvén, mégpedig azért, mert miközben Derrida Franciaországban és Párizsban műveli a dekonstrukciót, amelyet ha nagyon, nagyon egyszerűen akarnánk meghatározni, akkor gyakorlatilag az irodalmi, filozófiai, képzőművészeti szöveg, az életünk, a világunknak amint említetted, a részek felől való elgondolása és újragondolása. Ezért mondhatja a Derrida dekonstrukció meghatározásánál, hogy tulajdonképpen kettős írás, a dekonstrukció kettős közelítésmód, a rendszereknek a megfordítása és elmozdítása, és ebben van tulajdonképpen az újdonság. Eddig mindig fölfordították, eddig mindig kiforgatták, eddig mindig fejteteiről talpára állították a rendszereket, ő pedig megpróbálja a belső struktúráink keresztül elmozdítani, és rákérdezni mindarra, amit a szövegek rejtenek, ami rejtőzködik, vagy amit a Jean-Luc Nancy nagyon szépen mond, ami szökésben van tulajdonképpen a szövegekben, és efelől ad egy újfajta közelítésmódot. Ezért volt annyira érzékeny rá tulajdonképpen az építészet is, a képzőművészet is, mivel strukturálisan mutatja meg ezt az elmozdulást, és ezért fontos az, hogy Franciaországon belül pontosan Jean-Luc Nancy és Philippe Lacoulabard az első fiatal kettős páros, azok, akik a dekonstrukciót művelik, és Strasbourgba, Franciaországon belül egy école déconstructive, tehát egy dekonstruktív iskolát hoznak létre. Ez azért fontos, mert Derridát Amerikában jól ismerték már, és Franciaországban is vannak követői, de a dekonstrukció, mint iskola Franciaországban és Párizsban nem így institucionalizálódott, kivéve Strasbourgot, ahol a Jean-Luc Nancy és a Philippe Lacoulabard tanítottak, és vitték a Derridát, meghívták a Derridát, értelmezték Derridát, és az, hogy ők ennyire ismerté váltak, az nyilván köze van Derridához, de ahhoz is köze van, hogy mind a ketten nagyon eredetien értelmezték a filozófiát, az irodalmat, a képzőművészetet, és Jean-Luc Nancy az, aki a kereszténység értelmezésébe is bevitte a dekonstrukció gondolatát, ezért örülnék, hogyha ezt a kötetét, pontosan ezt a kötetét fordítanák le magyarra is, mert akkor láthatnánk, hogy miképpen működik. Részlet tulajdonképpen abból, ahogy a dekonstrukció a kereszténységgel kapcsolatban kerül, ez a Nullième Tangere kötet, és ezért fontos, hogy ez is megjelent magyarul, mert ahogy az Attila említette, már több kötet is megjelent, az általunk fordított kiadás, a Hantai Simonnal való beszélgetés, Le Regard du Portrait, a portré tekintete Seregi Tamás fordításában, és folytathatnám a Házas Nikoletta szövegeit szintén, amelyek megjelentek a Változó Művészet fogalomban, vagy pedig a Horváth Eszter által és az általatok kiadott kötetet is, ahol a táncról, zenéről vannak beszélgetési. Még több is van, de azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak, és azt is láthatjuk, hogy nagyon erőteljesen a magyar kontextusban a művészetfilozófiai vonatkozása az, ami megjelent, és ez gyakorlatilag ezért is fontos ez a könyv, mert ebben egy művészeti, esztétikai közelítés módot találunk tulajdonképpen ehhez a kérdéshez, ami a Nullième Tangere kérdés, a képzőművészet és filozófia és teológiai kérdés együtt.
Köszönöm szépen. Hát amit én a dekonstrukcióról tudok, az nagyrészt Orbán Jolántól tudom, illetve hát néhány előadására én is jártam Derridának. Ha egészen egyszerűen akarom megfogalmazni, mert azért ez egy nagyon-nagyon... Amikor én például eszem, és a struktúrákat beveszem, és a saját struktúrámmal teszem, vagy ha egy filozófia történeti szöveget, egy irodalmit olvasok, gondolkozom rajta, és a saját gondolataimat kialakítom. Tulajdonképpen ez a dekonstrukció? Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen ez a leglényegesebb, ahol megfoghatjuk, vagy a legegyszerűbb, ahogy megfoghatjuk a dekonstrukciót, igen. De az azért nagyon fontos, hogy mindig talál egy olyan szempontot és szöget, ahonnan teljesen új megvilágítását adja ennek a folyamatnak. Mert amikor eszem, nyilván az egy struktúrává alakul át bennem, de az egy nagyon biológiai folyamat. De amikor egy ilyen szövegben, mint például ez esetben a Nolime Tangere kifejezés megtalálja, nyilván ez ismert, és ez alapján próbálja szinte az egész művészettörténetet megközelíteni, és a Nolime Tangere kifejezés alapján ad egy új értelmezést. Ez az, ahogy a dekonstrukció működik. Tehát ezért tud Jean-Luc Nancy nyilván a dekonstrukciót működtetni a saját szövegeiben, mert megtalálja azokat a szöveghelyeket, ahonnan indítható a dekonstrukció. Ezért nem epigon a Jean-Luc Nancy, mert ő maga nagyon erőteljes gondolkodóként találja meg azokat a szempontokat, ami alapján újraértelmezhető a, mondjuk ebben az esetben a Nolime Tangere, de ugyanígy folytathatnánk a szövegét, a korpusz, meg a többieket, a testről való gondolkodást, vagy hasonló szövegeit. Nagyon izgalmas. Én nem tudom, ez lehet, hogy teljesen eretnek dolog. Én mindig úgy gondoltam, hogy Jézus dekonstruálta az Ószövetséget. Nem hát tudom, nagyon is eredeti dolog gondolod, de ez így van. Én valahogy mindig így gondoltam. És úgy így gondoltam, van, ez hogy pontosan így van. Én is foglalkoztam ezzel, és ez egy fantasztikus, izgalmas dolog tudni. Neked, mint olvasónak, cselekvőnek lehetőséget ad, hogy nem ájultan olvasod, hogy mit mondtak a nagyok. Nagyon nagyok voltak, tisztelni kell őket. De én is nagy vagyok, mert olvasom őket. Én meg akarom érteni, és a saját életemet, a saját kultúrámat akarom ezekkel, és már dekonstruáltam. Na most akkor beszéljünk arról, hogy itt a kereszténység problematikája, és a dekonstrukció problematikája, és ez a könyv, úgyhogy parancsolj, Attila. Köszönöm szépen. Én engedjétek meg, hogy kicsit radikalizáljam ezt a kontextust most. Hagyd legyek én itt az ördög ügyvédje, meg a nép hangja egyszer. Ez egy nehéz lesz, megpróbálom. Ez ugye... Hát van egy olyan kép, vagy olyan jelentés a közgondolkodásban a dekonstrukcióról, hogy röviden fogalmazva az rombolás. Nagyon jó, hogy hoztátok az építészetben, hogy divatos az irányzat, teoretikusan és praktikusan is, de akkor most úgy szemléltetném én most itt a dekonstrukciót, hogy az, amikor felrobbantják, ha már nem azt az épületet, a toronyházat, amire nincs szükség. Ugye az alapzatában teszik ugye az destrukció. Tölteteket, oké. Okay. De hagyd, annyira tetszik a kép, tehát akkor még tovább viszem, vagy a másik módszer, ezzel nagy golyókkal a falnak neki ütődik, és akkor az lebontja az épületet, és akkor ott lesz egy romhalmaz helyette, és nincs konstrukció, nincs rendszer, káosz van, zűrzavar, rendetlenség, pusztulás, amelyben az emberi élet rövid lesz, és nem fog semmit érni. Ezt, ha megengeditek, hát ezt zárójelbe, nem jelzek meg zárójelbe semmit, utána még majd mondok valamit. Hogy igen, erre most szólnom kell, ez tévedés. Igen. Ez egy totál tévedés, és azt mondja, hogy egy ideológikus tévedés a dekonstrukcióról. Tudnék itt te a destrukciót mondtad, és mindenki azt hiszi, hogy a dekonstrukció az destrukció, nem? De én ezt átadnám Orbánnak a szó eredetére, hogy hogy jött ez, és mit jelent ez egy a meglévőnek az újraépítése egy új korszakban. Az összes kultúra ezt csinálja, hogy tovább lép. Igen, nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, nagyon jó a példa, amit hoztál az építészet, mert ebben láthatjuk a destrukció és a dekonstrukció közötti különbséget nagyon látványosan. Most a Derrida eleve, amikor a destrukció kifejezést hallotta, pontosan azért gondolkodott el rajta, hogy hogyan lehetne azt, amit ő művel a filozófiával, másképpen megnevezni, mert
ez a destrukcióban pontosan ez a rombolás, a pusztítás jelent meg. És két vonatkoztatási pontot mondanék ebben a pillanatban. Az egyik az a Heidegger. A Heideggernek a lét és időben jelenik meg a destrukció fogalom, illetve az Abbau, a leépítés, szétszedés, vissza a görögökig és szétszedni a rétegeket. Ezt a fajta visszatérést, szétszedés mozanatot próbálta a Derrida dekonstrukcióként megnevezni, mivel pontosan nem a rombolásról van szó, hanem a szétszedésről, részekre szedésről, majd lehet, hogy egy új konstrukció alapján, egy új működési elv alapján, egy új épületnek a létre, vagy más konstrukció alapján létrehozásáról. És ezért gondolta, hogy nem lesz jó a destrukció, mert annyira negatív, annyira ezt a rombolás képet hozza előtérbe. Heidegger se ezt akarta, Abbaut akart, és ezért gondolta Derrida, hogy ő a dekonstrukcióval, a kon kifejezéssel hozzá tudja tenni azt az építő mozzanatot, vagy az építésnek, vagy a másként való újraépítésnek a mozzanatát. Ez az egyik a filozófia vonatkoztatási pont. A másik, ami szintén ennyire érdekes, az irodalom felől, van Mallarmé-nak egy mondata, ami így szól, la destruction fut ma Beatrice. A destrukció volt az én Beatrice-m. Ezt így fordítják, és így is értették ugyanabban az időben, amikor a dekonstrukciót is rombolásként értették, mire pontosan a Derridáik nemzedéke újraértelmezte Mallarmét, és azt mutatta ki, hogy amit elhallgatásnak, csendnek vélte az ő életművébe, az volt az az időszak, amikor egy teljesen új módon kezdett el írni, ami már nem a hagyományos írásmód volt, hanem egy újfajta közelítésmód. És ennek az újfajta közelítésmódnak mondhatjuk azt, hogy dekonstrukció. Derrida nem használta ezt a Mallarmétől ezt a kifejezést, mindenki más, de én azt gondolom, hogy itt láthatjuk, hogy egyrészt, hogy a dekonstrukció két irányból indul, az egyik a filozófia Heidegger, a másik az irodalom Mallarmé, és mind a kettő esetben nem a destrukció, hanem a dekonstrukció mozzanatát akarja hangoztatni. Azt is megkeresi a Derrida, hogy a francia nyelvben létezik a dekonstrukció szó. Tehát miközben nagyon sok kifejezést hoz be a francia nyelvbe, de nagyon figyel arra, hogy ez a francia nyelvbe valamilyen formában már korábban meglegyen. És a levél a japán baráthoz, onnan származnak ezek a kifejezések című szövegében, amikor Japánra fordították a Derrida szövegét, akkor sorakoztatja föl tulajdonképpen ezeket az érveket azért, hogy segítse részben a fordítóját, másrészt, hogy világossá tegye, hogy nem rombolásról van szó, hanem benne van az építés mozzanata. Hogy milyen konstrukció szerint, az már egy más gondolat. Igaz? Tehát, hogy itt ebben ez egy fontos elem, mert a Derrida szövegei azért nagyon összetett, retorikailag, poétikailag, megformált, gondolatilag nagyon pontos szövegek, tehát ez filozófiailag Derridát nem lehet megfogni, retorikailag, poétikailag, igen, és egy fordítóknak ezért nagy kérdés, hogy minek engedjenek, de azt gondolom, hogy amikor mi hárman fordítottuk, ez egy jelenet nyilván a Derridát magyarra, akkor ott eléggé hosszú éjszakákba menő viták voltak arról, hogy filozófiailag nem engedünk, nyelvileg nem engedünk, és én sem engedtem Derridából, tehát nagyon sok esetben ez kompromisszumos megoldás lesz, de mindenkinek meg kellett adni a jogot ahhoz, hogy érvényesítse a filozófiát, a nyelvet, és természetesen azt, ami a Derrida gondolkodásba a dekonstrukció mozzanata. Hát tulajdonképpen akkor nagyon köszönöm, hogy ezt a provokációt egészen pontosan értettétek, hogy mire gondoltam, bár nem volt megbeszélve előtte ez semmi. Ezzel kapcsolatban is a kedves olvasót majd arra biztatom, hogy olvassa a könyvet, és akkor látni fogja, hogy nem rombolásról van szó, hanem valami ilyesmiről. Csak egy zárójeles megjegyzést, ha megengeditek, tennétek, itt a Heidegger neve szóba került. Nyilván a művelt olvasó jól ismeri ezt a figurát, német filozófus. Az is érdekes lesz majd, ha olvassa a könyvet, hogy ez azért Derridánál is, ahogy én látom, Nancy-nál is a filozófia és a szép irodalom határán ez az fajta mondjuk esszéisztikus vagy költői fogalmazás jelenik meg, és fogja érzékelni a különbséget Heidegger stílusa és Nancy stílusa között. Heidegger is irodalmi, de nem költői ebben a mondjuk a létés időben még annyira. Ezek a szövegek, ez a kis könyv, ez mindenképpen kifejezetten költői, és nem csak a rombolás, nem elsősorban a rombolás, hanem valóban a fölemelés, az építkezés.
jegyében köszönjük született. Szépen, de ügyvéd úr, remélem, hogy nem tette le a fegyver, de köszönjük szépen. Ezt majd visszalépek még az eredeti pozícióba, mert azért vagyok itt, ugye. Igen, de köszönjük szépen. Nagyon izgalmas volt, és valóban ez egy egészen fantasztikus, izgalmas könyv, meg egyáltalán ez a gondolkodási stílus, ez egy felszabadító. Megtanít gondolkozni, megtanít írni. Tudnélik, azt mondja ez a stílus, hogy olvasd, építsd be magadba. Ez, erről van szó. De én azt mondom, hogy a könyvről is beszéljünk, mert azért vagyunk itt. Ez egy csodálatos kis könyvecske, Nolimé Tangere, ne érints. Persze ennek több jelentése van, többféleképpen lehet az eredetit fordítani. És akkor én meg is kérdezném a kedves jelenlévőket, hogy miről is szól ez a könyv. Először Orbán Jolánt kérdezem. A Nolimé Tangere... Azt gondolom, hogy kifejezésében is nagyon fontos látnunk a különböző réteget, mert a görögöt és a latin megközelítést is hozza, meg a héber megközelítését is hozza ennek a kifejezésnek. Tehát a ne érints engem tulajdonképpen a János szövegéből származik, aki tudjuk, hogy a legkedvesebb tanítványként számon tartott, és nagyon érdekes a könyvben, azt gondolom, hogy mindannyian végig olvastuk, és aki végig olvasni és látni fogja, hogy nagyon érzékenyen különböző párokat próbál felállítani itt a Biblia szereplői és a képzőművészeti alkotásokon belül is, és ebből a szempontból itt nyilván a kiemelt páros, vagy a kiemelt személy, aki megjelenik a Nolimé Tangerebe, egyrészt Jézus a feltámadás pillanata, másrészt pedig Mária Magdolna, akinek a szerepét és személyiségét nyilván, vagy a szerepköreit látjuk a Bibliában. És a dekonstruktív mozzanat abban is megtalálható, a szöveget olvasva lépésről lépésre derül ki, hogy a Mária Magdolna, mint fikció, hogyan jelenik meg tulajdonképpen a Bibliában, az irodalomban és a különböző művészeti ágakban. Azért tartom fontosnak ezt a könyvet, mert egyszerre tud bibliai kérdéseket és a kereszténység legfontosabb kérdéseit feltenni, például az, hogy mi a feltámadás, hogyan viszonyulunk a feltámadáshoz, hogyan kell értelmezünk azt, hogy feltámadás, mit jelent az, hogy a test föltámad, mi támad fel, ki támad föl tulajdonképpen. Egyrészt, másrészt, hogy mindezt egy művészettörténeti kontextusba is helyezi. Jean-Luc Nancy filozófus, nem teológus. Tehát a teológia itt van, jelen van, utal is teológiai művekre. De elsősorban filozófusként és művészetfilozófusként közelít ez a kérdéshez. Így lesz számára fontos Rembrandt, így lesznek számára azok a képzőművészeti alkotások, vagy irodalmi alkotások, vagy zenei alkotások, amelyek Mária Magdolnát az utóbbi 2000 évben ábrázolták, vagy valamilyen módon megérintették, vagy akit megérintett Mária Magdolnának a különböző szerepkörei, és azt is nagyon jól mutatja, és ez egy dekonstruktív mozzanat, hogy a különböző értelmezések hogyan látták Mária Magdolnát, igaz? Tehát, hogy ebben az értelemben is fontos, és még tovább írandó akár ez a könyv, hogy milyen módon jelenik meg, akár a filmművészetben is, és azt is szeretném mondani, hogy még a Jézus Krisztus szupersztár is benne van, tehát, hogy nagyon pontosan látja, hogy a populáris, vagy a népszerűbb alkotásokban hogyan jelenik meg Mária Magdolna, és ehhez hozzátársul az ő értelmezése, amelyben egy nagyon sajátos, nagyon finom, nagyon kimunkált érzéki és érzelmi és esztétikailag, poétikailag megformált viszonyt látunk Mária Magdolna Jézus között, és itt lesznek fontosak azok a párok, akit felállít. Jézus és Odysseus között, ez nekem nagyon tetszett, erre így eddig nem gondoltam, arra gondoltam, hogy Jézus dekonstruálja a szövetség, de arra nem, hogy Odysseusként tekintsek rá, tehát mindig van új, még az első francia olvasatban se tűnt ez nekem ennyire fel, mint most, nyilván a készülés hevébe. Másrészt, hogy a Mária Magdolnának és a Jézusnak az egymáshoz való viszonyát, és mind a kettőnek a feltámadáshoz való viszonyát és szerepét megszólítja. Harmadrészt, hogy a Mária Magdolna megjelenik egyrészt Ábrahámmal való párhuzamás, másrészt Jánossal való párhuzamával, mint akik nagyon közel álltak. Ugye az Ábrahámmal, mint aki feltétlenül ráhagyatkozott, akkora volt a hite, hogy ráhagyatkozott az Istenre, a Jánossal pedig, hogy annyira szerették Jézust, hogy az ők Jézushoz való viszonyukban van egy nagyon sajátos közelség. És én azt gondolom, hogy ez az újraolvasás csodája, hogy ezeket a párokat most így együtt látjuk a szövegben, mert a műalkotásokban, a képzőművészeti alkotásokban nem láthatjuk. Képzőművészeti alkotásokban Jézus és Mária Magdolna van, nagyon érdekesen, természetesen végigvíve ezt a láncot a
képzőművészet történetén. Igen, köszönöm szépen, parancsolj el. Köszönöm szépen. A Jézus Krisztus szupersztár népszerűségével tulajdonképpen csak Tiziano, Rembrandt, Dürer és Botticelli népszerűsége vetekszik, tehát ez egy nagyon népszerű festményeket elemez, és abban szerencsében van részük így a 21. század elején, hogy ezeket a képeket mindenki gyorsan meg tudja keresni az interneten. Ugye, mert ez azért, hát én nem vagyok a modernitás feltétlen híve, meg a technológiai fejlődés rajongója, de ez azért az olvasó számára nagy könnyebbség, hogy nem kell mondjuk ehhez rándokolni, múzeumokba, könyvtárba, a képeket megnézze. És én egy újabb momentumot ismét beemelnék, most talán kevésbé provokatívan, de valamennyire provokatívan mégiscsak. Nekem a kedvencem a végén jelenik meg. Én onnan, tulajdonképpen a vége felől kezdtem újra az egészet átgondolni, hogy ez a ne érincs meg, amit a Úr Jézus mond Mária Magdolnának, ez ugye a műtárgyra is vonatkozik, a festményre. Igen. Igen. Ugye, mert hát néhányan biztos, én például szeretném megérinteni, nem szabad a kiállítóteremben, a múzeumban megérinteni a festményt, mi kultúrákban legalábbis ritka. A szobrokat már annál inkább, ha kültéri szobrok, de ugyanakkor más részről pedig a műalkotás, az akkor műalkotás, több minden lehet a kritériuma, de ha megérint minket például. És ez a kettőség húzódik ezen végig, és nekem kifejezetten tetszik a fordítás, most nem akarom véletlenül dicsérni a saját portékánkat, de hogy ezt a fajta Nancy-féle nyelvet, ami azért nem könnyű, de mégis lehetőséget ad arra, hogy mondjuk egy Heideggerhez képest, vagy akár még Derridához képest, és azt kell mondjam a emlékeim szerint, hogy igen, mondjuk egyszer könnyebben lehessen olvasni egy ilyen művet. És azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez a mű lehet egy ilyen bevezetés a Nancy filozófiájához, vagy akár még ehhez az egész irányzathoz is tulajdonképpen, bár ott azért mások is vannak, de mondjuk lehet egy belépő kategória ehhez a témához. Igen. És az én örülök neki, hogy Magyarországon is van már érdeklődés Nancy iránt, és ezáltal ez a fajta frankofón filozófia is részét képezi, vagy egyre inkább részét képezi a magyar kortárs gondolkodásnak, de minél szélesebb közönség számára is. Köszönjük szépen. Igen, nagyon örülök, hogy ezt a problémát említetted, illetve ezt a kérdést említetted a végén, mivel itt nem kezdhetjük az újraolvasást ismét, és valóban a festészet az, amelyhez azt gondolom, ha valakinek otthon van egy eredeti, akkor mégiscsak közel megy, és akár meg is érintheti, de azért múzeumokban nem igazán díjazzák, amikor az alkotásokat elkezdjük. De még a szoborok esetében is. De én azt gondolom, hogy ezen túlmenően itt egy pillanatra azt gondoltam, hogy más irányba megy a Nancy. És kihasználja azt a lehetőséget, amelyet az érintésben van. Hogy az igaz, hogy én nem érinthetem meg a festményt kézzel. Igaz? Viszont a festmény megérint engem, és ebből a pillanattól kezdődően már a kettőnk közötti viszony átalakul. Ezt nagyon szépen mondja Jean-Louis Humbertman, addig nézzük a festményt, amíg a festmény visszanéz és megérint bennünket. Ha nem érint meg bennünket, akkor hiába nézzük, tapogathatjuk is, vihetjük is több millióért, nem jelent ilyen értelemben, csak egy műtárgy lesz. Abban a pillanatban lesz több és más műtárgy, amikor minket szíven üt, vagy szíven talál, vagy megérint. Olyannyira meglepett, hogy el is kezdtem keresni, hogy mit talán a franciában nem így mondják, miközben nyilván elég sok előadáson játszottam én is azzal, hogy a Jean-Luc ne touché au cœur. De most két megjegyzésem lenne itt. Egyik az filológiai jellegű. Ugyanis ez a szöveg azért válasz Jacques Derridának, a Le Toucher Jean-Luc Nancy című szövegére, aki a Jean-Luc Nancy-ról írt egy könyvet. Derrida azért ritkán ír, nagyon közeli barátjai, akik őt megérintették, arról írt. Tehát itt van egy nagyon nagyfokú érintett, ami azt gondolom, hogy a festészethez való viszony, vagy ennek a két gondolkodónak az egymáshoz való viszonyából releváns. A harmadik, vagy második, ami szintén nagyon fontos, hogy azért itt van a háttérben számunkra Hantai Simon,
Hantai Simonnak a festészet, akit szintén a kereszténység megérintett, és ezen érintettségből adódóan alkotam 70-es években teljesen más típusú festészetet, vagy művel más típusú festészetet, mint a korábbi, így a Mariálékra, hasonlókra gondolunk, és azért fontos ez a mozzanat, mert a Jean-Luc Nancy és a Hantai Simon elkezdenek egy levelezést, hogy a Derrida könyvének a kiadásába tegyenek bele egy pár Hantai könyvet. Itt annyi fajta érintettség képet. Annyi érintettségről van szó, ami nagyon jól mutatja azt, hogy tulajdonképpen önálla is ez, hogy megérint engem a kép, hogy a Jézus megérintette Mária Magdolnát, hogy Mária Magdolna megérintette a Jézusnak a szívét, igaz, és hogy hisz Mária Magdolna, ezért nem kell most már megérintenie a testet. Tehát nagyon sok magyarázat van, de mondjuk ez egy nagyon fontos magyarázat, hogy azért ne érints engem, mert már megtörtént a megérintettség. És ami tulajdonképpen most következik, ez egy teljesen új viszony ennek a viszonynak, a feltámasztás ennek a viszonynak az újraértelmezése, azt gondolom ez a pont, és így módon mi is így vagyunk a festménnyel. Tehát nekünk hinnünk kell az alkotóba, meglátjuk, megérint, és akkor kezdünk rá válaszolni, akkor írjuk meg a festményre a választ. És így módon a Jean-Luc is érintett mondjuk a Rembrandt által, érintett a Derrida által, vagy megérintett a Hantai Simon által, és ezek a szövegek ebből az érintettségből szólnak. És a dekonstruktív mozzanat az bennük, mert erre kérdeztél nyilván rá, hogy ezt a kettő mozzanatot, hogy egyrészt személyesen megérint, másrészt, hogy épp ez a megérintettség vakít el esetleg, igaz? Mert abban is benne vagy, ne érints engem, nehogy elvakuljak. Igen? Ezt hogyan tudja egy szöveg a maga megírtsága szintjén előtérbe hozni. Ezért ennyire szépek és igényesek a Jean-Luc szövegei, mert én szerintem ő hisz abba, hogy a szépen megfogalmazott szöveg ugyanúgy, nem azt mondom, hogy az alkotónak a feltámadásáról van szó, de ugyanúgy felemel, ugyanúgy megvan benne meggondolkodtat, és ugyanúgy ez a fajta élevé le corps, tehát magát a szöveget, mint korpuszt is felemeli, az érintetté válunk általa. És ez a franciáknál, Pascal óta azért egy elvárás, hogy szépen írjanak. Nem csak azért, mert akkor jobban tudjuk olvasni, hanem azért, mert ez egyfajta viszony, ez egyfajta megérintés, a megérintésnek a lehetősége, én szerintem. És a hangjába való megérintés, ugye itt a Mária nevét kimondja, abban a pillanatban a hangján keresztül ismeri meg Mária, és a hangon keresztül érinti meg Mária. És azt gondolom, ezt érintetted is, hogy itt nem csak a hang, hanem itt az illat, a hang olyan részletekig menően a Biblia felül tudja magyarázni ezt a képet, ami a megérintettségnek az érzéki többesét tudja előtérbe hozni. Nem csak az értelmen, hanem az érzékeken keresztül való megérintettségnek, az illaton keresztül való megérintettségnek a kérdését tudja nagyon szépen előtérbe hozni. Igen, köszönöm szépen, Attila Parancsa. Jó. Tehát igen, hát ezek nagyon nagy kérdések, eszembe jut az, de ez most nem ide tartozik, de két nevet kell mondani, mert nem tudok tovább gondolkodni. Ugye Simon Hantai nagyon közeli kapcsolatban volt Jacques Derridával és Jean-Luc Nancyval, egy magyar származású festőművész volt, Párizsban élt, többször meglátogattuk, és nem állított ki. Halála után aztán hatalmas galériák állították, és hihetetlen összegekért keltek el a művei, és kelnek el mind a mai napig, de életében nem állított ki, ott a lakásában sorba álltak a képek. És megkérdeztük, hogy hát Simon, ezeket ki kéne állítani, hát ezek milyen fantasztikus művek. Azt mondta, Isten szeme mindent lát. Tehát egyszerűen ez egy hihetetlen reakció volt, és tulajdonképpen itt is ezen gondolkozom, ez a mű, ez, én most filozófusként mondom, ez egy igazságkeresés, hogy az igazság, minthogyha az igazságot se tudjuk megérteni, és itt beszél is arról, hogy Jézus maga, mint úgy értelmezi, tehát a Biblia úgy értelmeződik az új szövetségben, hogy Jézus maga az igazság jelenik meg, és itt megjelenik a maga teljességében a feltámadásban, és akkor egyszerűen nem tudjuk megérinteni, nem érinthetjük meg, miközben egy teljesen új jelentést ad a világnak. Itt egyébként ebből ki lehet olvasni az egész nyugati filozófia és gondolkodás történet fejlődését, akár az egész episztemológiáját, mert ugye látjuk a dolgokat, halljuk a dolgokat, ezek a legfontosabbak, de ezek mindig egy általános gondolkodásra vezetnek bennünket, az érintés az mindig közvetlenül oda rögzít bennünket, és egy egészen különleges világgal való találkozás jelent, és nagyon érdekes itt, hogy itt az új, az igaz világgal, ami a feltámadott
ebben a kontextusban. Ezzel, mikor még itt vagyunk, nem érintkezhetünk. És egy nagyon érdekes, hogy esetleg beszéljünk arról, itt ez a fejezet a nolime tangere-t értelmezi, ami ugye görögül memu hattu, és ennek több jelentése van, ő is hivatkozik erre, de én is utána néztem, hogy ez jelenti azt is, hogy ne érints, tehát ez az érintésnek ez a ugye egy rendkívül bonyolult dolog, az emberi érintés, amikor egyik ember megérinti a másikat, ebben mi minden benne van, és ugye a pofontól, a simogatásig, a csókig, a boxolásig, sportban és az utcán, tehát rengeteg fajta érintkezési mód van, és hát ennek tulajdonképpen egy hihetetlen nagy jelentősége van, és itt ez a, ebben a ne érint, ebben az eredeti görögben az is benne van, nem csak, hogy ne érints meg engem, hanem, hogy hagyjál menni. Ne kapaszkodj belém. És ilyen fordítások is vannak. Ne kapaszkodj belém. Ne fogjál meg. Tehát itt az igazság kérdése, hogy az igazság az valahogy mindig ott van, de nem érhetjük el maga teljességében. És akkor nem tudom, hogy ehhez van-e mondani valótok, vagy mehetek egy következő én pontra. Parancsoljatok. Igen, parancsoljatok. Én ezt mindenképpen szóba akartam hozni, az érintés, hogy hagyj menjek, ugye az atyához készül. Ugye, Jézus. És ez, ha jól értem Nancy-nak itt az érvelését, ez egy nagyon hangsúlyos elem, hogy az elindulás, az útra készülődés, hogy az élők, ugye feltámadásról van szó a könyvben egy jelentős nélkül. Ez a folyamat, ez az úton levés, szóval ez egy központi kategóriája de a dolognak, ennek az érvelésnek, de azért is érdekes szerintem, mert azért ez egy nagyon régi toposz. Ugye már a görögöktől, ugye a kereszténységen áll. Hogyne, így is tűnik, Odysseus. De a road moving keresztül a űrutazásig, szóval ez annyira az emberi gondolkodás és a mozgás összekötöttségét annyira emberien és annyira filozófikusan fogja meg, hogy ezt rendkívül fontos elemének gondolom. A Jack Kerouac On the Road című regénye, Úton című regénye, vagy olyan. De nem kötődik a nyugathoz sem, mert ugye a távol-keleti gondolkodásban is az út milyen fontos. A tudományban a módszer, ugye? Tehát az is egy út, az igazsághoz vezető út, ugye ez a Descartes-nál. Ugye. Ez egy ilyen esszéisztikus, költői szövegben, ahogy mondod, a filozófiai fogalmaknak egy olyan kézzel fogható, de nem megérinthető, de elvileg kézzel fogható jelentése van benne. Nagyon fontos utána ez az út metaforát, amit nagyon könnyű közhelyesen megfogalmazni, mert el van már sok tényleg koptatva, de neki sikerült újszerűen megfogni ezt a kérdést. Igen, miért Olbájolának adom a szót, csak egy mondatot ügyvéd úrnak, hogy most dekonstruáljuk a könyvet egyébként, tehát szétszedjük elemeire, és beépítjük a saját gondolkodásunkba. Tehát nagyon izgalmas, és csupa olyat mondtok, és ettől látszik, hogy ez egy fantasztikus jó könyv, csupa olyat mondtok, amire én nem gondoltam. Hogy Arany János gondolta, hogy csuda, hogy ez van a versenyben. Ezekre mind nem gondoltam, de nagyon izgalmas. Igen, most akkor az ügyvéd úrnak szólott, az ügyvéd szól be, az angyal szól belőle. A következőt mondanám, ez a kérdés. Ez azért nem mindegy, hogy honnan, nem mindegy, hogy hová, és nem mindegy, hogy hogyan megyünk, igaz? Tehát a nolime tangere-ben ez az úton lévésnek egy adott pillanatát mutatja, és van ennek egy egyszerisége és időbelisége, ami azt gondolom, hogy nagyon érdekes. Tehát akkor ne érints engem, amikor én már nem önmagam vagyok. Igaz? Tehát ebben az értelemben azért érdekes a Rembrandt kép, meg azért érdekes a képi megjelenések, a képzőművészeti alkotások, mert bennük nagyon konkrét formában kell és testileg kell megragadni. Ezért más kérdés a zene, utal a Massenet-nek a zenéjére, ami úgy érint bennünket, belsőleg érint, a fülünkkel keresztül, de mégis belsőleg, hogy nem tudunk ellene védekezni. Még a festmény előtt akár a szemünket is becsukhatjuk, tehát ha nem akarom, nem érintem, de a zene megérint bennünket. Egyrészt, másrészt, tehát az a pillanat, és azt gondolom, mindannyian átéljük, tehát annak van egy nagyon egyszerű profán módja, és amikor valamin gondolkodunk, igaz? Akkor teljesen máshol vagyunk, mint ahol gondolkodunk. Ezt Lacan mondta nagyon jól, hogy ott gondolkodom, ahol nem vagyok. Tehát mindig kitérünk, kilépünk saját magunkból, hogy hogyan tudjuk ezt a kilépést megtenni. Ez az, ami ebben a jelenetben is Rembrandtnál megvan, megjelenik kertész formájában, de nem ő, nem az, aki van. És amikor mi így gondolkodunk, akkor
ember legyen a talpán, aki nem mondta, na most hagyjál, mert gondolkodom, most írok, hagyjál. Tehát, hogy ezt a nagyon egyszerű helyzetet, hogy én önmagam vagyok, de nem vagyok önmagam, mert bennem a másik ír, ezt tudja, az ember efelől tudja megérteni. Azt, ahol van egyfajta agresszivitás erőszak is bennem, mert ugye ez felsorakoztatja, hogy lehetséges egyfajta hagyjál már agresszivitás. Van benne egy gyönyör és érzékiség. És itt nem természetesen nem mindegy tulajdonképpen, és ez is egy érdekes szempontja a könyvnek, vagy nem mindegy, hogy férfiról, vagy nem mindegy, hogy nőről van szó ebben a történetben. Tehát amikor Tamásnak a hitetlenségét kell eloszlatni, akkor meg kell érinteni a Tamás a sebet, és akkor hagyja Jézus, hogy megérintsék. A Mária Magdolna esetében nem hagyja, hogy megérintsék. Na most ezen azért kell elgondolkodnunk, mert ez nem feltétlenül csak női-férfi szereposztás miatt, hanem azért is, mert két különböző helyzet, amikor Jézus már feltámadás után van, és amikor másra használja a nolime tangere, vagy tangere kifejezést. Egyszer meg akarja győzni arról Tamás, hogy én vagyok, tehát a hitetlenséget akarja a tapintáson keresztül, az érzéki tapintáson keresztül elhitetni vele, hogy mármint ő. A Mária Magdolna esetében pedig is ezt a Jean-Luc Nassin nagyon szépen kihozza, hogy Mária Magdolna hisz Jézusba, tudja, hogy ő, tehát neki már nem kell fizikai érintéssel magyarázkodni, erre nincs szükség, arra van szükség, hogy menjen, nem is Jézus akar most ott elmenni, hanem Mária Magdolnát küldi, hogy menjen és vigyen hírt. Igaz, hát ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy nem most engem nem megérints, te tudod, hogy én vagyok, amikor megszólítottalak, hogy Mária, akkor gyorsan menj és vidd a hírt. Tehát van Máriának egy bizonyossága, az a bizonyosság, ami Tamásnak nem volt meg. Tehát ilyen értelemben érdekes, hogy mind a kettőt tudja hozni, tudja mutatni, és ebben az értelemben egy nagyon árnyalt megközelítését tudja adni ennek a kifejezésnek, hogy nolime tangere. Tehát, hogy ez hitpróba tulajdonképpen, mert ha te hiszel bennem, akkor nem kell megérintened. Akinek pedig nem hiszem benne, az érintse meg, itt vannak a sebb helyek, na, most innentől tudhatod. Igaz? A Mária Magdolnának, és erre nem volt szüksége, mert hitt a feltétel nélkül hitt magába, Jézusba, és hitt a feltámadásba, amit Jézus megígért neki. Köszönjük szépen, Attila parancsolja. Köszönöm szépen. Jó. Igen, na most akkor itt beszéltünk, a rengeteg izgalmas dolog van benne. Én például nem vettem észre, hogy az Ödüsszeusz párhuzamot, nagyon érdekes. Ott van, de nem vettem észre, hogy ezt így párhuzam. Tehát ez az izgalma, ezért költői ez a szöveg. És a visszatérve ugye talán egy mondatot, hogy a filozófia ez egy költői vállalkozás is, amennyiben a poészis szónak egy tágabb értelmére gondolok, hogy alkotjuk a tudásunkat, alkotjuk a megismerésünket, alkotjuk a világunkat, hogy a világ is alkot bennünket, és minden nyelvi megnyilvánulás és a filozófia nyelvben van, az is mindig egy nyelvalkotó vállalkozás. Ha akkor erre azt kérdezik, hogy akkor hol az igazság, hát ebben a vállalkozásban, ez a vállalkozás valamilyen módon azonos az igazsággal, ezért nem tudjuk kimondani, na tessék itt az igazság, és azt nem is tudjuk nem is fogadnánk el, és ezért ez is benne van ebben a sztoriban, ebben a történetben, hogy Jézus, aki manifesten a keresztény hit és a Biblia szerint az igazság megjelenése, nem engedi, hogy az igazságot kézzel megérintsék, vagy bizonyságot szerezzenek. Bár érdekes módon a Tamásnál viszont megengedi, akkor ez egy izgalmas kiegészítés, és én erre így ebben az összefüggésben nem gondolkoztam. Most még egy dolog, ami egy általánosabb kérdés, és akkor szeretnék még egy vagy két konkrétabb kérdésre visszatérni, hogy én észreveszem, hogy általában a keresztény gondolkodók között van egy óvatosság a dekonstrukcióval szemben. Most ugye Nancy egy keresztény gondolkodó, katolikus gondolkodó, és ő meg eredetileg és eredendően ezt a gondolkodásmódot képviseli. Na most ugye én kimondtam ezt az elég, tehát nem tudom, provokatíve, vagy jópofa kijelentés, hogy szerintem Jézus az Újszövetségben dekonstruálja az Ószövetséget, hogy ez mennyire fogadható el, ezen még lehet gondolkodni, ezt lehet szállni. De én úgy gondolom, hogyha egy keresztény elfogadja, hogy itt Jézusban az igazság manifesztálódott, akkor jöhetnek a különböző gondolkodásmódok, és én bármely gondolkodásmódban meg tudom találni ennek az igazságnak a kifejezés módját. És akkor szeretnék arra utalni, hogy a történelem folyamán nem egyszer előfordult, hogy a kereszténység óvatos
volt egy új gondolkodásmódra, és kiderült, hogy a legjobb lett. Hát gondoljunk bele, hogy Arisztotelésztől mennyire féltek a 12. században, 11. 12. században, ugye az Arisztotelész eredetileg Boécius fordította, kezdte fordítani görögből latinra, és egy császár vagy király szeszélye, hogy befolyásolja a filozófia történetet, Boéciust kivégeztette, pedig volt a kancellár, kivégeztette a korabeli király, aminek hatására Boécius csak Arisztotelész logikai műveit fordította le, így aztán a kora skolasztika az logika volt, mindaddig, logikára épült, mindaddig, amíg aztán a teljes arisztotelészi korpusz nem ismerődött meg. És akkor elkezdtek rettegni Arisztotelészről a katolikus egyházok belül, míg nem aztán felfedezték, hát hoplá, az egész keresztény tanítás megfogalmazható Arisztotelész segítségével, és így lett Szent Tamás. Szent Tamás nem lenne Arisztotelész nélkül. Tehát én így gondolom, hogyha ha egy keresztény hisz az erős igazságában ennek az üzenetnek, a krisztusi üzenetnek, akkor jöhetnek a gondolkodásmódok, és mindegyikben látja a lehetőséget, hogy talán új módon értem meg, új aspektusait fedezem fel annak az egy hitnek. Ez csak egy ilyen általános megjegyzés, nem tudom, hogy Attila kíváncsi. Egészen röviden, tehát, hogy egy előző beszélgetésünkben beszéltünk, hogy a hagyományt azt életben kell tartani, aktivizálni kell. Nincs annak más módja, mint hogy ilyenekkel szembesítsük. Tehát például a dekonstrukcióval, vagy előtte a darwinizmussal, meg egyébekkel. A 19. században egy másik előadásomban épp a pécsi doktoriskával beszéltem erről, hogy a 19. századi második felében jelentős gondolkodók gondoltak végig a kereszténységnek, mert Darwin eltökötette. És ugye ebből úgy tűnik, hogy eddig meg nem így történt. Hát nem így történt. Ez az a híres mondás, nyilván ismered, hogy én több helyen láttam a feliratot, hogy Nietzsche kijelentett, hogy Isten halott, és akkor alatta ott van, hogy Nietzsche halott Isten. Igen. Se Darwinnak, se Nietzsche-nek nem sikerült. Nietzsche azt mondta, hogy Isten halott, idézőjelbe aláírás Nietzsche, és akkor alatta, idézőjelbe. Isten alatt Nietzsche. Parancsolja. Azért, hogy világosabb legyen, hogy tulajdonképpen a dekonstrukció hogyan is működik, két apró megjegyzés. Az első, az azt gondolom filozófiailag fontos, a Derrida azt mondja, hogy ha kezdetben így kell visszamennünk, akkor kezdetben vala a különbözőség. Uh-huh. És a különbözőség az a gondolkodás, a különbözőség az a folyamat. Tehát amikor már van gondolkodás, ott van dekonstrukció. A dekonstrukció működésben ezért nem kell tőle megijedni. Akkor kell megijedni, hogyha dogmatikussá válik valakinek a szóhasználatában, vagy különösen azoknak kell megijedni, akik dogmatikusak. Azok egyáltalán nem szeretik a dekonstrukciót azért, mert arra késztet, hogy gondolkozzunk. Tehát én szerintem ez egy nagyon fontos mozzanat a dekonstrukciónak. A másik, ami szintén nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy a dekonstrukciónak van egy dekonstruálhatatlan feltétele, és az igazságosság. Tehát ez egy fontos mozzanat, ami életbe tartja és működteti a dekonstrukciót ott is, ahol nem ilyen néven nevezzük meg. Tehát annélkül, hogy itt most a Derrida az egész filozófiát dekonstrukcióvá akarta volna alakítani, a gondolkodásunknak olyan alapvető mozzanatait próbálja a dekonstrukció felől megközelíteni, amely ebből a szempontból ezt a fajta különbözőség elven működő gondolkodást hozza előtérbe, és ennek az igazságosság egy nagyon fontos eleme, ami az etikai kérdésfeltevés szempontjából is releváns lehet. Na most a konzervativizmushoz, ez pontosan a pécsi előadásában mondta Derrida, aztán le is írtuk, így fordított, hogy konzervatív vagyok, de nem konzerválok. Tehát ő kiátszotta ezt a lehetőséget, tehát azért, mert nagyon sokan ugye, hogy ő annyira mindent felporgat, az igen, de mindent el is helyez valamilyen módon egy új konstellációban, de ezt tetszett nekem, hogy konzervatív vagyok, de nem konzerválok, tehát nem a hagyományt a hagyomány kedvéért őrzöm meg, hanem a hagyományhoz olyan szempontokat adok hozzá, amit eddig nem gondoltam volna, mert nem onnan néztem, nem abból a perspektívából láttam, és nem azt jelenti, hogy a másik igazságát nem veszem figyelembe, hanem én a saját ebből a perspektívából akarok egy új fajta, vagy próbálok egy új megközelítést adni, és szerintem a Nancy ezt tette a Nolimet Hanger esetében. Na most Nancy nem volt teológus, ezért mondom, hogy filozófiailag lehet, hogy igazunk van, teológiailag azért azt gondolom, hogy a teológusok nem mindenbe értenek egyet
A Nancy-val, és meg is néztem nyilván, hogy ki lektorálta a könyvet, még mielőtt kezembe vettem volna, hogy legyen egy teológus, hiszen a Görfel Tibor volt a teológus lektora, vagy a lektora, és én a fordítást most úgy olvastam, hogy letettem az eredetét. Megmondom őszintén, mert az mindig zavar, én is gyakorló fordító vagyok, tehát a magamit sem tudom olvasni, úgyhogy mellettem van a könyv, de olvasható volt, követhető volt. Nem, azt gondolom, hogy egy jó fordítás és jó szaklektorral végzett munka ez a kötet. Köszönöm az ő nevükben is. Igen, parancsolják. Nem. Ez egy nagyon izgalmas dolog, itt megint felvetettél egy pár kérdést, talán csak aláhúzom, amikor most hallgattunk olyan, mintha olvastuk volna a szöveget és tanultuk, ugye, hogyha jól értettem Derrida azt mondta, hogy sok minden dekonstruálható, vagy minden, ami tulajdonképpen lefordítva, vagy bármi lehet gondolkodni. De az igazságosság dekonstruálhatatlan. Igen, jól értettem mondta, ezt, van, jó? Így tehát van, így maga van. Az igazságosság igen, dekonstruálhatatlan. És ez mit értett ezen Derrida? Hát én azt gondolom, hogy a következőt értette, hogy nem mond, tehát minden helyzetben megpróbál, tehát a dekonstrukció is nem egy új igazságot állít tulajdonképpen a másikkal szemben, hanem az igazságosságra való törekvést állítja. Tehát minden helyzetben a másik szempontját, a másik nézőpontját is figyelembe venni, nem az enyémet erőszakosan érvényesíteni a másikkal szemben, azért, mert valakinek igaza kell lenni. Ez az egyik etikai-politikai vetülete van. De ebben a szövegben, hogyha megnézzük azt, ahogy a Nolimé Tangerét értelmezi, akkor van egy pont, ahol azt mondja, hogy tulajdonképpen akár a feltámadás, akár a testfelemelése, az bennem történik, a másik által, vagy a másikba történik én általam. És ez az a mozzanat, ahol a Jézus és a Mária Magdolna viszonya, vagy a Mária Magdolna és a János viszonya, és Jézushoz való viszonya szempontjából új megvilágításba kerül. Nem gondoltuk őket így együtt a Jézushoz való viszonyába, hogy a Jézus az igazság ebben az értelemben a keresztények számára. Tehát így módon azt gondolom, hogy az igazságnak érvénye van. De mellette az, hogy igazságosak legyünk akár Mária Magdolnával is, és igazságosak legyünk Jánossal is. És itt hozza be az, hogy a szeretet kérdése az a kereszténységnek az alapkérdése, a vendégszeretet ugyanígy a kereszténységnek az alapkérdése, és mondjuk magának Mária Magdolnának a megítélése, ahol a bűnös asszonyt látják benne, ahol összemossák az alakját egy Jézus kísértő női alakkal, azt próbálja ő most a Jézus kísérő női alak pozíciója felől megközelíteni. Tehát így, ilyen módon igazságos Mária Magdolnával, és igazságos azzal a Mária Magdolnával is, akit mint bűnöst állítanak. De akihez Jézus igazságos volt. Tehát azt mondja, hogy ne ítéljétek el, mert ne ítéljétek el, felírja a porba, akinek több bűne van, vagy kevesebb bűne van, az szóljon. Tehát ilyen értelemben igazságos a Jézus Mária Magdolnával szemben. Igazságos Jézus nem csak az igazat hordítja, hanem az igazságosságnak is a képe. És ebből a szempontból tudnánk, vagy lehetne szerintem itt most az igazságosság kérdését tetten érni, hogy ott, ahol Jézus van, és a Jézus így módon dekonstruálja, akkor az igazságosságot is megtestesíti, nem csak az igazságot. Igen, hát ez nagyon izgalmas. Ugye itt azért most még egy dolgot mindenképpen említsünk meg, hogy itt a feltámadt Krisztusról van szó. Igen. Tehát itt nem a Jézus Krisztus, a Krisztus feltámadt, a megváltó, az Isten fia, aki Istennel egy lényegű, de ugyanakkor teljesen ember, ő támad fel. Na most ez érthetetlen. Tehát ugye ezt már Szent Pál mondta, hogy ez botrány, ezt nem értjük. Itt leteszi a fegyvert az értelem. És ugye ezzel a teológia is foglalkozik, és tulajdonképpen ez a mű is ezzel foglalkozik. Hogy itt a filozófia leteszi a fegyvert, de hogyan teszi le a fegyvert, hogy mégis értéket, poézist ad a történetnek, és a milyen kévé teszi. Én azt hiszem, hogy itt, hogyha folytatjuk, akkor estig vagy holnapig beszélgetünk. Én még megkérdezem a kedves vendégeinktől, akiktől én most annyit tanultam, mint máskor 10 nap könyvolvasás után, hogy még kívántok-e ezt mondani. Orbán Jolán. Nekem lenne egy rövid hozzászólásom a következő, mégpedig ez a könyv 2002-ben íródik. Ebben az időszakban történt valami, mert legalább 3 olyan könyv jelenik meg, aki Mária Magdolnával kapcsolatos. Ez egyik a Mária Magdolnával
Magdolnának az invenciója, a másik a Mária Magdolnának a Jézus megjelenése Mária Magdolnának, és harmadrészt a Bill Viola, aki egy ismert videóművész, ebben az időszakban készít egy Emergence című, hogyha franciául mondjuk, videót, amiben szintén a Mária Magdolna, Jézus feltámadása és Mária Magdolnának a viszonyát vizsgálja. Tehát azt jelenti, hogy időről időre ez a kérdés visszatér a filozófiában, a képzőművészetben, a médiaművészetben, és ezért gondolom, hogy ez a megközelítés is, amit mi próbáltunk adni most, és ez a kötet is nagyon jókor érkezett. Nyilván 2002 óta eltelt egy pár év, de hát nem ilyen egy-két évben mérjük az időt, de azt gondolom, hogy időszerű, nem csak érdemes elolvasni, hanem időszerű elolvasni ezt a könyvet itt és most. Köszönjük szépen. Én csak egészen röviden a kedves olvasóhoz, hogy fogadja szeretettel a könyvet, olvassa és nézze a hozzá kapcsolódó képeket. Köszönjük szépen, köszönöm Orbán Jolán professzorasszonynak és Farkas Attila sorozatszerkesztő úrnak ezt az izgalmas beszélgetést. Újra kell olvasnom a könyvet, mert csupa olyanról beszéltetek, amit én nem vettem észre. Köszönöm szépen, mindenkinek jó olvasást kívánunk.